Sziasztok! Igen? Nagyon szeretném meghallgatni az előadásot, de azt is szeretném, hogy közben így lássanak, hogy van rám volt, hogy ezeket a lámpákat így lekapcsoljuk, mert egy csak mindenki zavarik a környezetben. A közönségben valaki szeretné, hogy a lámpákat lekapcsoljuk. Oké, szóval sziasztok, én Antalóczi Gyuri vagyok, és a Flow kávézóból jöttem hozzátok, és a precizitásról fogok beszélni. Igazság szerint rengeteget tudnék erről beszélni, de ebben az 5 percben fel fog villantani néhány helyet, ahol talán nem gondolnátok, hogy mennyire precizitás és mennyire sok odafigyelés szükséges. Az első diámon az a B2C, ami valószínűleg sokak számára nem azt jelenti, mint ami számomra, ez pedig a Bean to Cup, azaz, hogy hogy lesz a kávéból a csészébe vezető út. Ez nagyjából így néz ki, először a kávécserénél indulunk, aztán jön egy szüret, feldolgozzák, szállítják, megpörkölik, leőrlik és megfőzzük a kávét, körülbelül ez az út. Én az utolsó háromra fogok ebben a már csak 3,9 percben koncentrálni, hogy itt hogy jelenik meg a precizitás. Az első, a pörkölés során, ugye az azt gondolnánk, hogy egyszerűen hőtközlünk a babokkal, de nem erről van szó, tehát erről van szó, csak látszik, hogy ez egy átlagos pörkölési profil. Nem tűnik annyira egyszerűnek, hőszondák vannak elhelyezve a pörkölőgép dobjain belül, ahol a pörkölési idő körülbelül 10-12-13 percén keresztül folyamatosan követik a hőváltozást, a hőváltozás görbének a deriváltját is követik, ezek mind fontos mutatók, különböző mutatókat és különböző metrikákat számolnak folyamatosan, számítógéppel profilozzák a teljes folyamatot. Körülbelül azt tudnám mondani, hogy olyan 2-3 másodperc különbség már ízben érzékelhető különbséget okoz a pörkölés során. És akinek ugye van ehhez szeme, az pontosan tudja, hogy hát ez egy milyen kávé. Azt nem azt mondom, hogy senkinek nem javaslom ezt a kávét. Hát itt látjuk, hogy hát ez nagyon gáz. De egyébként, szóval látszik tényleg, hogy végtelen precizitásról van szó már egy ilyen a pörkölés során. Az őrlés, volt erről egy 5 percet tudtam egy másik meetup előadáson beszélni erről a témáról is. Az őrlésnél olyan szintű, annyira fontos a precizitás, hogy a kések hogyan, milyen módon állnak egymáshoz képest, tényleg ezred milliméterek számítanak, és az, hogy hogy őrlik le a kávét, azt egy lézer diffrakció méterrel le tudják mérni, hogy a leőrült kávé részecske eloszlásának mérete egy őrlemény halmazban, hogy oszlik el, hogy mennyi kicsi, mennyi közepes, mennyi nagy részecske van, ez alapján tesztelnek és rangsorolnak őrlőket. És itt látszik egyébként ezen a grafikonon, hogy különböző őrlő típusok, ugye, ahol milyen fajta őrlemény részecske eloszlási profilokat mutatnak, és ez milyen kávéra, milyen típusra alkalmas, megéri a pénzt, nem éri meg a pénzt, stb. Tehát, hogy itt is iszonyatos módon kell figyelni arra, hogy nyilván tényleg körülbelül talán 100 milliméter különbségek az őrlőtárcsák között egymáshoz való szögében már tényleg drasztikus változást okoznak a kávé ízében. Kávékészítés szerintem önmagában meg tudna tölteni végtelen előadásokat. Nagyjából a lényeg az, hogy a kávé italt magát egy ilyen refraktométer fénytörés segítségével a teljes szárazanyag tartalmát mérjük, illetve a víznek is mérjük ugyanígy a szárazanyag tartalmát, és ezek alapján ilyen táblázatokba helyezzük el, hogy a szárazanyag és a kivonatolás során ideális, túlextraktált, alul kivonatolt kávékat vagy italokat kapunk, és ez alapján lőjük be és állítjuk be a kávé receptjeit. A vízet pedig a víz tulajdonságait, az összetevőit pontosan egy ugyanilyen módon szárazanyagot összetevők szerint ideális, az közeli zónákba csoportosítjuk, mindenféle hitvallások vannak, hogy milyen vízreceptek, milyen italokat eredményeznek. Elég komoly irodalma van ennek is, és aztán nyilván a vízkezési módszereket ehhez lehet választani. És csak hogy olyan egy gyakorlati példa is, ugye a kávékészítés során azon túl, hogy mérjük az italt, nyilván mérleget használunk, általában 10 gramm pontosságra gyúrunk egy kávézóban egyébként. Ez a tegnapi recept, én minden reggel kapok egy e-mailt, hogy a kollégáim hogy állították be az espresso kávét, és ez a tegnapi espresso 18,0 g kávéból 40,0 g italt igyekszenek készíteni.
a száraznak tartalma 9,3%, azaz a kávénak 9%-át vontuk bele, a 18 g kávénak 9% szárazanyagot tettünk bele a 40 g vízbe, ez kb. 20,6%-os extrakció, és a kollégáim közölték, hogy vagy hát azt fekete a illetve barack ízei vannak a kiváló etióp kávénak. Azért nulla, tehát az, hogy 0 g, az ne tévesztem meg senkit, az nem azt jelenti, hogy gramra lövünk, nyilván kerek számokra állítják a recepteket, de hogy a 18,3 g kávé, az már biztos, hogy nem lenne jó, lehet, hogy a 18,1-et úgy hagyják, de a 18,3-at azt már biztos, hogy nem. És egyébként tényleg 10 g pontosságú mérlegekkel mérik mind a bemenő örleményt, kvázi, ugye ez az in, illetve a kijövő italt, ez az out, és ezt próbálják tartani. És egyébként látszik is, hogy, hogy ilyen ízegyekkel azért ez elég finomnak hangzik. És akkor igazából az egész előadásomnak a végkonklúzió, hogy ez az egészre mind a pörkölés, mind a víz, mind a kávékészítés során igazából azért van szükség, hogy konzisztensek legyünk, hogy megismertő eredményeket tudjunk végig a kávékészítés, a B2C folyamat során mindenhol. Biztos vagyok benne, hogy a farm részén gyönyörűt lehetne mondani, de nem vagyok agrármérnök, úgyhogy erről fogalmam sincsen Isten igazából, de tény, hogy, hogy ebben az egészben nagyon-nagyon fontos, és minden arról szól, hogyha valami jót csinálunk egyszerűetlenül, akkor pontosan ugyanúgy minél jobban meg tudjuk ismételni, és egyszerűen nem újjon a véletlenen semmi. Köszönöm szépen!